Anderson Dávid mai énekes vendégünk ül itt a kanapén, és most nem énekel, hanem beszélgetünk vele. Nagyon sok izgalmas kérdésünk van, pontosabban a személyiséged izgalmas. Egy, nagyon-nagyon fiatal vagy, 22 éves, és van már feleséged. Igen. Ami a nyakadban van, az jól sejtem, az a gyűrű? Igen, akartam egy nyakláncot, aztán most ráraktam a gyűrűt, mert... Erről túl egyébként nézzük. A feleséget? Túl. Néha-néha leveszegeted? Nem annyira örül neki, de azért itt szerintem jobban látszik, mint a kezemen, szóval. Te Dávid, hány éves voltál, amikor összeházasodtatok? 19 éves 19. voltam. Ja. Ez óriás volt. Kényszerítettek? Ne haragudj, most megmondhatod, hogy nem viccelek, csak nyilván. Nem kényszerítettek annyira. Nem. Amúgy nem. Szeretetből házasodtunk össze. Már amúgy 7 éve együtt járunk, szóval nem akartuk húzni már. Mire várni? Hova nem? Már 19 éves ott vagyok már, hova várjam? És akkor meg is kell kérdezni, hogy hány gyereket szeretnétek, akkor korán el akartok-e készülni erre projektet? Nem most szeretnénk majd gyereket, szerintem olyan 25 után kezdünk el róla beszélgetni. Azért is, mert majd megyünk Amerikába, terveztünk is menni majd kiköltözni, és azért így könnyebb mozogni. Így is nehéz, hogy a kiskutyánkat egy darabig itt kell hagyni. Mi egyébként nekem border collie van. Tényleg, hogy igyelted a témát. És itt kell majd hagyni egy kicsit. Mi a költözés oka egyébként? Igazából semmi extra. Amikor összeházasodtunk, elkezdtük neki a vízum kérelmét, és mostanra lett kész, és nem akartuk, ki kell akkor költözni, hogy nehogy elveszítse, és nagyon drága volt, meg ugye hosszú idő, nem szeretnénk elveszíteni, szóval kimegyünk egy időszakra, és akkor ott én tudok egy kicsit a zenével foglalkozni, kicsit ihletet meríteni. És, hát meg édesapád, ő amerikai, nem? Édesapám amerikai, igen, tehát az ő... Hát ott, ahol ő felnőtt, oda megyünk, így Nashville környékére. Nashville, Tennessee. Igen. Country és a whisky környezete. Igazából nagyon tetszik nekem a country zene, és van egy-két elem, amit majd szeretnék belerakni az én zenémbe, és az tök jó, hogy ott vagyok abba a szellembe. És voltál már így ilyen country klubokon, meg ilyen helyeket, ott kipróbáltad már? Hát képzeld el, még nem voltam, azért, mert nem voltam 21, és ott nem engednek be az alatt. De mindig kintről néztem, hogy oda majd egyszer bemegyek. Képzeljétek el, hogy jó, én voltam egyszer egy ilyenben, hogy ezek ilyen nagyon nagyok, egy kicsit olyan, mintha egy pajtát csinálnának meg egy ilyen, és középen van egy nagyon nagy tér, ahol lehet táncolni, és akkor egyszer csak így szól valami nagyon jó zene, akkor mindenki feláll, nem csak két vagy három ember, és elkezdenek ilyen nagy csoportba körbe, mint mondjuk az általános iskolások, akik elkezdenek ugyanazt a country táncolni, és mindenki tudott sarkát kiteszi, másik sarkát kiteszi, cowboy kalap, kockásink, csodálatos. Line dance-elnek, azt hívják. Line dance? Line dance, és mindenki tudja, így beállnak, van aki körbe, de van aki így sorba, és akkor mindenki ugyanazt csinálja. Kockásinged van már? Kockásingem még nincsen, meg csizmám se, de majd beszerzem ott kint. És az elképzelhető egyébként, hogy kint is maradtok, és akkor ott alapítotok életet, meg ott kezdtek? Hát, ahogy a sors hozza, de így nekem nagyon nehéz lesz, mert itt vannak a barátaim, itt van például Dávid, akivel már nagyon régóta együtt zenélünk, és naponta találkozunk, ez tök rossz lesz itt hagyni őt is, meg a családomat, mert a szüleim nem jönnek, meg a Zsaninak a családja, a feleségemé. Tehát, hogy ez nehéz lesz őket is itt hagyni, nagyszülőket. Szeretnék majd hazajárni, de most egyenlőre hosszabb távra így tervezünk a vízum miatt is. Egyébként a zenével szeretnél odakint is foglalkozni? Tehát amiatt is mész ki, hogy inspirálódj, dalokat szerez? Igen. Nagyobb piac? Hát egy kicsit nagyobb a piac, igen, de nem azért, tehát semmilyen nagyképű dolog, hogy kimegyek Amerikába, és akkor ott majd nekem összejön. Semmilyen, csak tényleg ott úgy érzem, hogy ott van egy olyan környezet, amit így a zenémbe bele tudok vonni, és esetleg ettől több lesz. Ha itthon, ha ott kint, nem tudom még, hogy alakul, de persze szeretnék kint is zenélni. Vagy még igen, úgyhogy... Igen, nagyon szeretnék kint zenélni, mindenkinek ez az álma. És egyébként, hogy itt végig ilyen nagy amerikai vagy nagy külföldi slágereket toltál, azt mondtam, hogy mind amerikai, de hogy angol nyelven ráadásul magyarul nem nagyon énekelgetsz? Magyarul az egy amúgy nehéz téma, mert szerintem ahhoz, hogy magyarul énekeljen valaki, nagyon szépen kell ejteni a szavakat, nagyon különleges prozódiát kell használni, nem sok embernek megy szerintem. Aha. És én nem vagyok az, akinek nagyon szépen hangzik a magyar éneklése, kicsit ilyen orrhangból beszélek, meg ilyen kevert hangon éneklek, Magyarországon ilyen mellhangból énekelnek, és az hangzik, azt hallják a magyarok jobbnak.
és nem nagyon erőltettem, de most egyébként pont, hogy rákérdeztél, van egy producer duó, akik még nem publikusak, de ők a barátaink, és ővelük most featuringelek egy magyar dalba, szóval most... Featuringelek egy magyar dalba, igen, szerintem is szépen beszélsz. Köszönöm, hát itt nőttem föl Magyarországon, és itt is tanultam meg mindent, tehát nem vagyok amerikai, igazából magyar vagyok. De kihasználom azt a lehetőséget is, hogy kimehetünk. Hát, ezt tedd is meg szerintem. Így van, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, igen, good luck, ahogy lehet mondani. Elvisszél, Fogsz velünk egyébként énekelni a mai reggel folyamán.